Üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket, kedves barátainkat! Ez a Pestúrhelyi Közösségi Ház merítő közösségi sorozata. Én Blejer Gábor vagyok, a ház művelődés szervezője. Mai vendégünk Osváth Kovács Enikő, vagy Enci. Nagyon régi ismeretségünkre, barátságunkra való tekintettel a riport során és a beszélgetés során tegeződni fogunk. Szia, Enci! Hát reméltem is, üdvözlök mindenkit! Gondolom, egy nagyon fárasztó nap végén vagy. Hát épp, hogy hazaértem a munkahelyemről, igen. Több apropó miatt beszélgetünk Kencivel. Egyrészt elég erős kötődése vannak Pestújhelyhez, illetve mind életmódjában, mind eddig életvitelében nagyon sok olyan tanulságot tudunk levonni, ami egy kicsit átsegít a mostani nehéz időszakon minket, de erre majd önök is rá fognak jönni. Legelőször is említettem előzőleg, hogy nagyon-nagyon sok szállal kötött Pestújhelyhez. Kicsit mesélnél erről, ha jól tudom, a férjed pestújhelyi. Igen, általa kezdtem pestújhelyi lenni, hogy így mondjam. Akkor még nem volt a férjem, hanem a kedves udvarlóm. 1992-re datálódik vissza az én itt létem Pestújhelyre. És 2002 óta, mint feleség. Ezóta stabil állandó pont. És azóta született két gyermekünk, ők ide jártak óvodába, ide járnak úgymond a közelbe iskolába. A Pestújhelyi Művelődési Ház az egyik szívünk csücske. Közösségi ház. Igen, úgyhogy ott sok mindent, hát hogy is mondjam, sok mindenben részt vettünk már az évek során, és remélem a jövőben is így lesz. Mi is nagyon bízunk benne. Itt egy kérdésre mondtad, hogy nagyon sokat jártok a Pestújhelyi Közösségi Házba. Elmondod, hogy mit csináltok ott? Azért, mert szép az épület, belül is tetszik, kívül is tetszik, vagy vannak más okai is? Kívül belül szeretem. Tulajdonképpen a lányom 4 éves volt, amikor elkezdett táncolni a közösségi házban. Németh Andrea táncpedagógusnál, és az évek során mi felnőttek is csináltunk egy csoportot Andrejánál, úgyhogy lett egy felnőtt csoportja is ennek a klubnak, a Lendület Táncklubnak, úgyhogy úristen, nagyon durva, hogy hány év telt el már azóta. A tánc mellett pilátesre is járok a Zsuzsihoz, amikor lehet, most mind a kettőt online csapatom. Aztán számtalan színpadi előadást néztünk már meg, szerepeltünk mi is azon a színpadon. Koncerten is voltunk, főzőcskéztünk, a fiam szerepjátékra jár Erikához, illetve járt Erikához. Kiállításokra mentünk, amiket Edith szokott szervezni. Úgyhogy elég sok minden, igen. Nagyon-nagyon kötött hozzá ezek szerint. Majdnem azt mondhatni, hogy sokkal régebb óta ismered ezt a dolgot, mint én. Hagy áruljak el egy nagyon érdekes dolgot ezzel kapcsolatban. Én még bőven nem voltam Pestújhely környéken, amikor kaptam egy nagyon kedves ismerősömtől, az Encitől egy Facebook, tehát a legnagyobb internetes közösségi portálon egy meghívót, hogy kedveljem a pestújhelyi fiatalokat. Elmondod, hogy miért küldted ezt annó nekem? Aha. Hát 2 darabokból. Az egyik az, hogy tudom, hogy mivel foglalkoztál a múltadban is, mint rendezvényszervező. A másik pedig az, hogy én nekem a szívem csücske a fiatalok, és főként, hogyha ezt lokál módon lehet valahogy támogatni, akkor főként, és azok a kettőnek a kombinációjából, hogy pattant ki a fejemből az az ötlet, hogy küldjek neked is egy meghívót oda. Ami nagyon kedves volt, és úgy látszik, ennek lesz folytatása is, és nem is gondoltuk volna, hogy így. Viszont te magad mondtad, hogy neked nagyon fontosak a fiatalok, meg nagyon-nagyon fontos, hogy emberekkel foglalkozz, és ha jól tudom, a szakmád szerint is ebben foglalkozz. Beszélsz egy kicsit róla, hogy ez mit jelent pontosan, ha jól tudom, tanácsadó vagy? Hát olyasmi. Orientáció. Mesélsz erről egy kicsit? Igen, ezt a szót annyira nem szeretem, hogy tanácsadó, de annak hívják hivatalosan, hogy pályaválasztási tanácsadó. Én nem vagyok az a szó nemes értelmében. Mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Hát egyrészt van két kamaszom. Ugye egy lassan 16, meg egy lassan 14 éves. Hát
fontosak a fiatalok. Aztán nekik vannak közösségeik, hál' Istennek itt a környéken, ezért is fontosak a fiatalok. És akkor harmadsorban értelemszerűen a munkám hivatásom miatt is, vagy által is fontosak a fiatalok, mert hogy jó magam a pályaorientáció területén tevékenykedem egy pár éve, és főként a 7.-8. osztályosokat igyekszünk megsegíteni, illetve az őket oktató szakembereket, mint például tanárokat is, meg pályaorientációs szakembereket így országosan. Próbáljuk az együttműködést, a közös ötletelést, a jó gyakorlatok megosztását, hogy minél jobban meg tudjuk őket segíteni, akár offline, vagy akár most online. És ez, ez tulajdonképpen abba segítesz mind a közösségeknek, mind pedig a gyerekeknek, vagy fiataloknak, hogy megtalálják az új hivatásokat, vagy egész egyszerűen csak ez szűkebb, hogy egyáltalán megtalálják magukat? Vagy tudom, hogy te nem egyénekkel foglalkozol, de hogy néz ez a dolog ki? Mert nekem ez nagyon izgalmas, és egy nemes dolognak tűnik. Hát igen, én nem vagyok jelenleg a munkahelyemben egyéni pályaválasztási tanácsadó, tehát vannak kollégáim, akik egyéni kliensekkel foglalkoznak, hogy így fogalmazzak. Jó magam csoportos foglalkozásokat szervezek, úgymond országosan akár műhelymunkákat, most így online, illetve rendhagyó osztályfőnöki órákat, vagy szülői értekezleteket, hiszen megváltozott a képzési rendszer Magyarországon, mármint hogy a középiskolai képzési rendszer, és erről szeretnénk minél nagyobb rétegben értesíteni a kedves érdeklődő szülőket, akik izgulnak, hogy főként most is izgulnak, mert pont periódus van, hogy merre tovább, és miért, és hogyan. Tehát ez egy olyan sarkalatos, mondhatnám, korszaka a kamaszoknak, amiben kicsit el vannak veszve ők is, meg a szüleik is, és ebben próbálunk nekik segítőkezet nyújtani, jó magam is. És egy picit akkor ne hagyjuk még el ezt a témát. Ez hogy néz ki? Oda mész, és akkor ott ülnek szülők vagy diákok. Mik a reakciók, mik az elképzelések, és ehhez képest mi az, ami, ahova ti ki akartok lyukadni? Hát sajnos mostanság nem megyek oda fizikai jelenlétemmel. Beszéljünk akkor először egy normál, tehát mintha nem lenne pandémia, és beszéljük azt is, hogy csináljátok most. Hát ugye ezt mi ingyenesen vállaljuk, hogyha felkérnek bennünket iskolák, vagy közösségek, vagy hát igen, akár osztályok az iskolákon belül, vagy szülői csoport, akkor vállalunk tájékoztató, hogy is mondjam ezt nekem, most webináriumokat most, de amúgy meg kimehetünk személyesen ugye az iskolákba, és mind arról tájékoztatjuk őket, hogy hogyan változott meg a középiskolai rendszer, mind pedig megpróbáljuk őket a pálya orientációba egy kicsikét bevezetni, ami ugye több szegmensű, több dologból áll össze. Az én kedvencem az önismeret. Azt hiszem, hogy ez egy kicsikét megfoghatatlanabb terület, de talán pont ezért nagyon szeretem, meg hát amúgy tanító, fejlesztő, pedagógus, művelődés szervező végzettséggel ez szeretem. Aztán ugye van a pályaismeret, hiszen mi magunk sem feltétlen beszélünk a gyerekeinknek, a saját gyermekeinknek se arról, hogy egy adott 8 óránkban mit csinálunk a munkánkban, csak ilyen nagy vonalakban tudják meg, hogy anya, apa ezzel foglalkozik. A szűkebb körzetet még talán ismerik, de ugye nem minden szakmát tudunk lefedni mi így a családban, hogy mindent megismerjenek. És a pályaismeret kapcsán szerintem egy nagyon fontos dolog az, hogy jobban rálássanak egy-egy szakmára, egy-egy, hát nem is tudom, egy ilyen egynapos, legalább egy egynapos forgatagban meglássanak egy-egy szakmát, hogy az miből áll, hogyha valaki munkát vállal abban a szakmában. Illetve a másik a munkaerőpiac, hiszen folyamatosan változnak az igények, ezért változik az is, hogy milyen munka az, ami most még releváns, de 10 év múlva lehet, hogy már nem lesz rá szükség, és akkor hiába ült be a gyermek abba az iskolába azt a szakmát tanulni, hogyha amikor kijön, eltelik egy pár év, és az már nem lesz annyira releváns szakma. Tehát ebből a 3 komponensből úgy mondanám, próbáljuk összeilleszteni szülőknek röviden, hogy mi merre is, miket lehet érdemes. Ezek nagyon fontos dolgok, amit mondtál. Tehát legelőször is
Az önismeret. Gondolom ahhoz, hogy az önismeretről beszél, kicsit látnod kell, hogy milyenek azok, akik ott ülnek veled szemben. Tehát ezek úgymond változó korban lévő fiatalok, a változó kort úgy érzem, hogy gyerekből felnőtt lesz, és ez egy csomó hormonális, tudati, lelki változással jár együtt. Te hogy látod ezeket a gyerekeket? Mennyire tudják, mennyire akarják, vagy egyáltalán van-e képük erről az egészről? Szerintem nagyon fogékonyak rá, éheznek rá, én azt mondanám. Meg is lepődnek talán olykor-olykor egy-egy ilyen önismereti játékon, hogy ezt most miért vagy hogyan, de én azt vettem észre, hogy nagyon élvezik őket. És nagyon-nagyon jó. Úgymond, most ez nem a legszebb szó, de szembesíteni őket néhány dologgal. Tehát amikor föleszmélnek egy papíron azt, hogy mondjuk csoportos foglalkozásban voltak négyen, és az volt a feladat, hogy írjanak le pozitív jellemzőket a másikról. És aztán hajtogassák be, jön a következő, az is ír ugyanarról a szeméről, behajtogatja, jön a harmadik, és itt szépen körbe mennek a papírok, és a végén pedig kihajtatod vele, és akkor így látod a szemeket, hogy wow, ilyeneket mondtak rólam a többiek. Egy fantasztikus pozitív megerősítés számára, hogy ő nem is gondolta volna, hogy ezt róla látják, vagy ezt gondolják, úgyhogy hát igen, a pozitív irányba igyekszünk terelni őket, hogy meglássák az értékeiket, az erősségeiket, mert hogy vannak, csak nem feltétlen van rajta fókusz nap, mint nap sem az iskolában, sem feltétlen otthon, hogy erről beszéljenek, és azt én látom, hogy ez egy hatalmas plusz töltet számukra. Fontos a pozitív önkép ezek szerint? Tehát fontos, hogy kialakuljon ez a nem csak a gyerekekben, meg nem csak a pályaválasztókban, hanem az emberekben. Tehát akár a te életedben ez mennyire fontos, hogy megmutasd magadnak, másoknak, hogy pozitívan kell a dolgokhoz állni, mik az erényeim, esetleg mik a hibák, azokat hogy tudom kompenzálni. Kell ez egyáltalán? Szükséges? Hát, mint egy falat kenyér. Vagy a só az ételben, mint a mesében. Hát, hogy ne kellene? Provokatív volt a kérdés, és gondoltam, hogy letorkolsz, és mondasz meg egy-két dolgot, hogy képzeld el, Gábor, ezért és ezért nagyon szükséges, vagy az én életem. Hát hogy ne kellene most csak úgy józan paraszti észre, hogyha belegondolunk, akkor nap mint nap rengeteg inger érkezik felénk, és ezek nem mind feltétlen pozitívak. És ha csak megnézzünk, most elmondhatom, én merre fele tartok, az 5. X felé tartok, tehát megéltem már pár dolgot az élet. Ja, persze. Megéltem már pár dolgot az életemben, voltam már pár munkahelyen, voltam pár közösségben, STB. Születésünktől fogva ugye jönnek a gének, aztán meg jönnek a hatások. Család, kisebb-nagyobb közösség, óvoda, iskola, STB sorolhatnám, ezek mind hatnak ránk. Nem olyan, hogy ezt lepattintom tök könnyedén, ez se érdekel itt, elment a fülem mellett. Ezek hatnak, ha tetszik, ha nem, hatnak ránk. És változtatnak bennünket, de nem mindegy az, hogy mi hogyan állunk ezekhez a hatásokhoz, és mit engedünk be, mi az, amit észrevesszük, hogy épít, és mi az, amit nem szabad beengednünk, mert tudjuk, hogy rombolni fog. Hát ez az önismeret nélkül elég nehezen megy. Tehát ha jól értettem, egyrészt kell egy kapu, amin beengedsz, és kell egy fala, ahol bizonyos dolgokat megállítasz. Hát igen, csak ezt tanulni kell. Hát legalábbis nekem, bocsánat, nem tudom, hogy ki hogy van vele, nekem ezt erősen tanulnom kellett. Ezekben túl sok mindent engedtél be olyat, amit nem kellett volna? Most persze nem mély analízis, csak ilyen szempontból érdekes. Tehát... Persze, igen, mert szinte mindent beengedtem. Ez abból adódik, hogy igen. Olyan kíváncsi és érdeklődő vagy, és mindenkit szeretnél megérteni? Kíváncsi, érdeklődő vagyok, és mindent úgy veszek, ahogy mondanak. Legalábbis úgy vettem, ahogy mondtak az emberek, mert úgy gondoltam, hogy amit mondanak, azt valóban úgy is gondolják, és valahogy is fognak cselekedni. És ezt meg kellett tanulnom, hogy ez nem feltétlen van mindig így, és az embernek érdemes a határait megszabni annak érdekében, hogy ezek a hatások, amik érik, azok jó irányba tudják őt fejleszteni. Igen, azt hiszem, ez rendkívül fontos, amit mondtál, és ezek szerint erre törekedtek is, hogy tanítsátok, és kialakuljon a pályakezdő fiatalokban az, hogy el tudják magukat helyezni a világban. Hát persze, az erősségeiket, a képességeiket
valahogy rá kell jöjjenek, hogy mi az. Hát ugye képlékenek, mi is változunk, folyamatosan változunk, nem áll le se az önismeret, se a fejlődésünk, se a változásunk. Egy kialakuló bimbózó kis személyiségnél meg persze, hogy még azt se tudja, hogy merre van az arra. És ugye hát valljuk be őszintén, azért a szülő meg a kamasz között nem mindig zökkenőmentes a kommunikáció sem. Tehát az sem feltétlenül mindig tudja megsegíteni. A szülő jót akar, jó szándékból mond dolgokat, de ugye a kamasz az most le akar válni a szülőről, tehát nem feltétlenül fog mindent meghallgatni, amit a szülő mond, vagy nem feltétlenül fog mindent úgy értelmezni, hogy a szülő át szeretné adni. Ezért aztán jó egy objektív, külső személy, aki ezt megsegíti, mind a szülő felé, mind pedig a kamasz felé. Igen, ez az egyik része a munkának, hogyha jól értelmezem. A másik része pedig az, amikor te mondtad, hogy oda jönnek, és van elképzelések egy szakmáról. Egyrészt megpróbáljátok abba segíteni, ha jól értettem, hogy ennek milyen realitása van a munkaerőpiaci változásokon belül, illetőleg bemutatjátok, vagy megpróbáljátok megmutatni, hogyha mondjuk te orvos leszel, akkor te recepteket fogsz írni, most csak hülyeségeket mondok, injekciót adsz, meghallgatsz embereket, tehát ez is hozzátartozik. Hát mi ezt kicsiben tudjuk neki megmutatni, és akkor tudunk neki olyan forrásokat mutatni még, ahol ő tovább tud kutatgatni, további információkat tudnak a szülőkkel együtt begyűjteni, átgondolni, akár a pedagógusokkal együtt is, hiszen a pedagógus rengeteg órát tölt el egy-egy gyermekkel egy héten. Nagyon sok oldalról meg tudja figyelni azt a gyermeket. Tehát én azt mondom, hogy a legeslegjobb dolog az lenne, hogyha kamasz, szülő, pedagógus közösen tudnának, hát, hogy is mondják ezt, ötletbőzézni annak érdekében, hogy amikor 7-8-os lesz ez a kamasz, akkor el tudja dönteni. De ez nem egy életre szóló, világra szóló döntés, tehát attól nem úgy kell venni szerintem, legalábbis aki elektroműszerész végzettséggel rendelkezem elsőre, hogy úristen, akkor elektroműszerész leszek, világom örökké, hanem ez most egy olyan döntés, ami szól 4 évre talán. Vagy a pillanatok az adott szituációban a legjobb döntést kell meghozni. Nagyon-nagyon érdekes, amiket meséltél, mert az elektroműszerész mondtál, meg a változásról beszéltél, iszonyatosan sok változásra mehettél végig az életeden ezek szerint. Fontos a változás, illetve te hogy élted meg ezeket a változásokat az életedben? Hát volt, amit könnyen, volt, amit nagyon nehezen. Okay. Akkor meg kellett küzdeni önmagammal. Úgy látszik, az egész életed neked erről szól, tehát küzdés önmagaddal, elfogadás, változás, és így egy pozitív önkép. Hát igen, zanzás itt van röviden, igen. Hát az első nagy változás nekem, azt hiszem, amikor áttelepettünk Erdélyből ide egy nagy kisvárosból Budapestre, akkor még nem voltam 16 éves, tehát kőkeményen a kamasz korszakomat éltem, és akkor kellettem elektroműszerész irodás technikai szakközépiskolába. Úgyhogy egyedüli lányként az évfolyamba, a hanyadik osztályba, itt hogy mondjuk második osztályba, mert az elsőt ott végeztem, és az ott a szerencsém, hogy egy lánynak nem ment annyira matek, és lebukott hozzám, úgyhogy így lettem ketten az évfolyamban. Csajok, a nagyon jó barátnőm lett, és áldom azóta is, hogy ez így történt, és nem véletlen. A férjem meg fölöttem járt egy évfolyammal, ez sem véletlen. Iskolai szerelem. Úgyhogy minden nehézségben van valami jó. Igen, tehát a változás az egy szükséges dolog. És most lehet, hogy valamit negatívan élünk meg, egy változás rosszul érint bennünket, de ha elmúlik egy kis idő, talán vissza tudunk tekinteni erre a változásra úgy, hogy jó dolgokat hozott nekünk, és ha nem lett volna ez a változás, akkor ez a jó dolog nem jött volna be az életünkbe. Még egy olyan érdekes, mert azt mondtad, hogy Erdélyben laktál, gondolom egy másfajta életet. Hát Párcium, tehát helyes vagyok, akkor Párcium. Párcium, igen, Párciumból jöttél. Mennyivel volt más az, ahol itt ide került? Jól tudom, te eléggé finoman fogalmazok, szereted a nyüzsgést, a zsongást. Hát egy szangvinikus, kolerikus, extrovertált fajta vagyok, ez igaz, ezt nem is tagadom. Ezt is jó tudni az ismeretben azért. Másképpen állsz önmagadhoz, hogyha ezeket tudod magadról. Budapest pont azért nem zavart egy kisváros után, mert szeretem a nyüzsgést és szeretem az embereket. Úgyhogy ezzel nem volt problémám. Hát másfajta világ, most akárhogy is nézzük, azért bekerülni 30 fiú közé 16 éves korodban, meg eljársz több mint egy órát
utazol azért, hogy a suliba menjél onnan, ahol laksz. Hát na, azért más, mint hogyha 10 perc alatt a suliba sétálok, és a megszokott körülmények között élem az életemet. Úgyhogy igen, azért ez úgy egy eléggé meghatározó változás volt. Igen, itt van még egy dolog, ugye, mert azt mondtad, hogy ugye elektroműszerelés, és ahhoz képest, ahonnan indultál, nagyon máshova jutottál. Én tudom azt is, hogy szintén az ezelőtti munkahelyeden, mert mint mondtam, már elég régre dotálódik ismerettségünk, szintén emberekkel foglalkoztál, ez egy nyelviskola volt, ugye? Igen. Hát közel 2 évtizedet voltam nyelviskolában. Ott csináltam mindent. Szóval az volt az én hatalmas nagy élmény szigetem, így mondhatom. Az első és legkedvesebb munkahelyem, mind a mai napig ezt így gondolom. Akkor is mély víz volt, tehát egy friss középfokú nyelvvizsgával kerültem oda. Azt hittem, hogy megcsináltam a középfokút, wow, hát mit nekem? 95% a tanároknak brit, néhányan beszélnek magyart, hát menni fog ez? És akkor oda kerültem egy nyári időszakban, a magyarok szabadságon voltak, és első 2 hét után azt mondtam, hogy én innen eljövök, itt nem maradok, nem bírok, megszólalni nem bírok, mert állandóan gondolkodtam a mondatokon, hogy hogy formázzam meg, hogy megfelelő nyelvtani igeidőt használjak, megfelelő sorrendű szót, blablabla, és azt mondtam, hogy ezt én nem bírom, mert felülről. Aztán megráztam magam, és azt mondtam, hogy megcsinálod, Enci. És akkor maradtam közel 2 évtizedet. És imádtam, igen. Azt hiszem, hogy már nem egyértelmű is volt, hogy mind a szakmai dolgokon kívül mind az emberségedet, az emberekhez való hozzáállásodat, meg a saját lelkedet használtad azért, hogy tudjál működni, de ez csak a munka. És ugye, hát nekem a munka sosem csak a munka. Jó, ezt nem úgy értette, ha nem. Hát hivatás. Tehát akkor ez a hivatásod. Ezek a dolgokra egyébként a magánéletben, hobbiba is, vagy akár a gyerekeiddel való kapcsolatban is törekszel? Igen. Most már egyre jobban megy. Ez mit jelent? Tehát például, hogy látod te a csemetédet? Ők milyen egyéniségek, mivel foglalkoznak? Hát, mivel a szakmám is most ez a helyest, ugye, hogy így mondjam, ezért figyelem természetesen ilyen szemmel is őket. Bendegúz 8 évfolyamos gimnáziumba jár, ő most 9-es, és most kezd kialakulgatni ködösen, de azért alakulgat, hogy mi leszek, ha nagy leszek, de hát pont azért jár gimnáziumba, mert fogalma se volt, hogy mi szeretne lenni. És igazából nem akartam erőltetni a férjemmel, nem akartuk erőltetni egyetlen irányba sem, majd kialakul. A lánykánknál, ő 14 felé közelít, ő neki már azért vannak most elképzelései, ő 7. osztályba jár, neki így vannak. Hát én azt hittem, a tánc lesz az, mert ugye anyuci megvalósítja a gyermekében azt, ami neki nem volt meg annyira, aztán ezt el kellett engednem. Na, ez se volt egy kis munka elengedni ezt, hogy a gyermeked az bár nagyon ügyesen táncol, és imádja is a táncot, de ő hivatásként ezt nem biztos, hogy szeretné. Ezt is meg kellett dolgozni, illetve ki kellett dolgozni magamból, és úgy néz ki, hogy a kreativitás az megmaradt, csak egy másik változata, talán blogberendezés, webdesign, rajz, ilyesmi. Érdeklődésre, jól tudom, nagyon jó táncos, és mind musicalben, mind pedig táncban nagyon otthon van, és ez is kötődik Pestújhelyhez, illetve Palotához. Igen. Igen. Igen, az igen, az egy nagyon szép kerek válasz, de ez egy kicsit, hogy mégis mit akar. Hát ugye Andinál, ha mondhatom így egyszerűen, szerintem sokan tudják az Andi nénit, Andit, akinél mi elkezdtük ugye a táncot. Nagyon-nagyon sokszor léptünk mi fel Pestújhelyen is, Újpalotán is, Óbudán is, messzeségben Budán is, nagyon sok helyszínen. Nagyon hálás leszek mindig is ezért. Sőt, egyszer volt egy duónk is, és azt sose feledem, a lányommal, Andi segedelmével. Igen, most is táncol, most már nagyobb intenzitással, nagyobb óraszámban, többfajta tánctípussal ismerkedik, és szerencse. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen karakánsul megmondta a lányom nekem, hogy anya, nagyon szerettek táncolni, mindenem, az, hogy délután ezzel tudjak foglalkozni,
De nem hiszem, hogy ilyen súlyba szeretném folytatni. És akkor másban ment. A fiad is, ha jól tudom, vonzódik a művészetekhez, vagy legalábbis... Hát ő zenél. Igen. Ő régóta zenél a Pestőhelyi Általános Iskolában, Schwarz Balázst. Hoz mentek a gyerekek, osztálytársai, csak megjelent Bendegúz, anya, én is akarok menni Balázs bácsihoz. Nézzük meg, ki az a Balázs bácsi. És akkor kiderült, ugye, hogy trombitát tanít a Hubai Zeneiskola keretében, és ugye kijárt a Pestőhelyi Általános Iskolába is trombita órákat adni. És így kezdte el a fiam, talán volt másodikos akkor, amikor elkezdte a trombitálást, és akkor a mester csinált egy nagy fúvós zenekart fiataloknak, most már azt is több éve, és annak is tagja lett Bendegúz, sok-sok más fiatal lányal és fiúval egyetemben. Hát azt hiszem, hogy a legtöbb, amikor voltak, talán 60 körüli létszám volt, és most sem kevesebb, mint 50. És ők is sokat koncerteztek, és sokszor óvodákba is jártak a 15. kerületbe, hogy serkentsék a kis fiatal gyerekekben azt, hogy a zene az zenélni, az egy örömforrás. Úgyhogy igen, az egyik táncol, a másik zenél. Igen, és az nagyon-nagyon szép, hogy ők mind a tehát tevékenységben szintén kötődnek Palotához, illetve Pestújhelyhez, ahogy hallom. Igen. Te magad mondtad, hogy a férjed volt Pestújhelyi, és akkor ő itt nőtt fel ezen a környéken? Hát 17. kerület, és ez a kerület, tulajdonképpen ő e között a kettő között vándorolt, de elvált szülők gyermekeként ő vándorolt, és aztán 90 körül megállapodott itt Pestújhelyen. És téged is ide csábított. Persze. Mindenki nagy örömére. Még egy kérdés, mert ugye beszéltünk, hogy annak idején a pestújhelyi fiatalokra te hívtad fel a figyelmemet, de jól tudom, akkor te a magad módján most is tagja vagyis is kooperálsz, vagy legalábbis részt veszel a programjaikban, mert meséltél a házba is, ebből van-e még olyan, ami a pestújhelyi fiatalokhoz, illetve lokálpatriotákhoz kötődik? Hát szeretném, ha több minden lenne a jövőben, mert nagyon sokszor benne volt a naptáramban néhány esemény, és irgun-burgun módjára nem mentem el. És sok mindent szeretnék a múzeum környékén is, nagyon jó rendezvények vannak, a templomok környékén is nagyon jó rendezvényeket szoktak, szuszáik, hogy így mondjam, egyszerűen szuszát tudom már régóta, és ők is nagyon sok mindent szerveznek, meg szokott bridge party lenni a közösségi háznak a büféje előtt, és amikor mi táncoltunk, akkor ott bridge-elták, talán nem is tudom, milyen napok voltak azok, talán néha péntekenként, most pontosan már nem is emlékszem, és akkor megfigyeltem az ott bridge-előket, és néha beszélgettem velük, és a, hát igen, szeretnék talán abban a szervezetben is majd abban részt venni, akik a 15. kerületért tesznek, és a fiataljaimat, a gyermekeimet, az ő osztálytársaikat is próbálgatnám a felé irányítani, hogy itt érdemes körbenézni, mert nagyon sok értéket lehet itt találni. És a vállalkozások terén is nem kell a nem tudom milyen helyekre menni, most nem akarok semmit sem megnevezni, hanem érdemes itt a kisbolt, a kis kifőzde, a STB-STB, autószerelő műhely, a fogorvos, tehát hogy lehet azt itt helyben is. Értve azokat az értékeket magunk körül, amik majd kiszúrják a szemünket, és hozzátesznek az életünket, és így is fel lehet építeni egy világot. Így van. Én mostanában esténként a fiammal meg a kutyánkkal sétálunk szinte minden nap, és róljuk a pestűhelyi meg a rákospalotai utcákat, és nagyon jókat beszélgetünk így az életről, és kérdezget Bendegúz, úgyhogy nekem ez egy nagyon jó érzés, hogy itt sétálgathatunk, és szeret menni, és szeret körbenézni ő is, és meglát valamit, akkor azt megbeszéljük. Most már lassan ismerünk egy csomó kutyát a környéken, úgyhogy a kutyák által meg lehet ismerni új gazdikat, új közösségeket lehet építeni. Egy világot. Igen. Ezek szerint neked is van kutyád? Igen. Milyen? Egy rótszőrű vizsla. Ó, azok gyönyörűek.
Ha már így beszéltünk arról, hogy esténként sétálsz a... Örökbe fogadtuk ezt a kutyát, tehát nem velünk született, nem velünk van születésétől fogva, Menhelyi? hanem örökbe fogadtuk, és most 2,5 éve van velünk. Aha. Menhelyi kutya? Nem, sajnos elhalálozott a gazdája, és így Szegény. kifogadtuk örökbe. De ha már így beszéltünk arról, hogy mert nagyon sok mindenről beszéltünk, és arról beszélt, hogy sétálsz a fiadó esténként, meg mindent, hobbiaid érdekelnének, meg gondolom, egy ilyen nyitott ember szintén akár mint mondtad, kirándulásra, teszem az kultúrára esetleg, színházra, koncertre, éhes vagy Hát a erre. hátteremből látszik, hogy imádom a természetet. Most, ha Aha. nem ez lenne, akkor nem látnátok annyira nagy rendet, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy legyenek a pipitérek 100-szor szépek a háttérben, mert hogy ugye itthonról kommunikálok. Hát igen, a kiránduláson kívül, hát mivel művelődés szervező vagyok én is, ezért a kultúra az mindig is a szívemben volt, és nem csak úgy, hogy én táncolok, és a gyermekemet nézem, hanem nagyon szeretünk színházba járni, koncertekre járni, akár itt is, Pestűhelyen, vagy a Pestűhelyi Közösségi Házban, vagy a Csokonaiba jártunk régebben, de hát értelemszerűen Budapest számtalan lehetőséget lejt magában, úgyhogy amikor lehetett, amikor lehet, akkor igyekszünk eljutni oda. Van olyan emlékezetes előadás, vagy koncert, amire úgy szívesen emlékszem, hogy azt mondtad, hogy hú, de jó volt, és de megnézze még egyszer, vagy fel tudsz belőle idézni dolgokat, vagy ez már magát, te vagy a folyamat az, hogy mindig menni valahova. Hát nem mindig menni valahova, mert azért megválogatjuk, hogy mire megyünk el. Van, persze, hogy van. Hát minden műfajt szeretek a zenében is, kivéve a technót, azzal hadilábon állok. A színházat illetően jöhet a balett, jöhet a komédia, jöhet a dráma, tragikomédia. A katarzis van bőven ebben is, meg abban is. Hát, hogyha színház, akkor a legutóbbiakból talán az Örkényben a Hattyú volt, ami nagyon meghatározó volt, meg az Anyám tyúkja. Akkor, hát amit megnéztünk nem tudom hányszor még annó, azt hiszem a Komédiumban, az volt a Stílusgyakorlatok, három színésszel, az szenzációs, az sose feledem. Dörner Bán és Gáspár. Gáspár, igen. Igen, az akkor ennek volt, igen, ez egy szerintem egy fenomenális. Tehát én azt hiszem, hogy ha ez fordítható lenne a szép magyar ékes nyelvről más nyelvre, és ugyanúgy ki tudna jönni, akkor ez világszenzáció lehetne. Nagyon fantasztikus előadás volt, úgyhogy én annak idején, ha jól emlékszem, talán a Művészetek Völgyében láttam, és ott is már távol voltam, de hát egy fantasztikus dolog volt. Akkor a másik ilyen magyar mű a portugál, azt nem tudom, hogy ismered, abból film is készült. Szerintem az is szenzációs. Hát én nagyon szeretem a Madár Színházat, a Víg Színházat. Nagyon sok darab volt, ami megviselt, volt olyan darab, amitől úgy jöttem ki, hogy pörögtem, és húá, hát a Magyar Színházban a lányommal jártunk legutóbb, ott is nagyon jó darabokat láttunk. A Muzsika hangja az ilyen nagy kedvenc. Azt hiszem, az egy örök az klasszikus. Megunhatatlan, és szerintem nagyon jól megcsinálták a Magyar Színházban. Átsorolhatnám. Nagyon sok van. Uh-huh. Koncertélmények? Hát van régebbről kettő nagyon meghatározó. Az egyik a Depeche Mode koncert, hatalmas esőben, azt sose feledem. Csapattuk a férjem, akkor még nem volt férjem, a párommal, igen. A másik pedig a Fonóban volt a Lajkó Félix és Bobán Márkovics és zenekara. Ez egy ilyen kombó volt, hát ez úgy ütött. Hát ez gyönyörű lehetett, tehát azért ugye a hát az úgy. Balkáni zene és az a féle mentalitás, amit Bobán Márkovics tud, és illetve ehhez még a Lajkó Félix féle virtuozitás, ez biztos egy gyönyörű koncert lett. Egy pár szót, ha már a Fonót szóba hoztad, ugye a Fonó az a kultikus népzene és világzenei hely Magyarországon, vagy Budapesten, ahol tulajdonképpen nagyon, nagyon sok nagy népzenész és világzenész bemutatkozott, indult, és azóta is a Budapest egy legmeghatározóbb helye, ahol mindenkivel tudsz találkozni, aki ebbe a népzenei és világzenei szakmában fontos.
Igen, hát nincs annyira közel hozzánk Pestújhelyhez, de azért érdemes oda elmenni, mert akkor még, hát nem olyan régen, mert legutóbb talán 2 évvel ezelőtt voltunk, vagy másfél évvel a Góbi zenekarnak a koncertjén, ugye ott CD-ket is lehet vásárolni, meg könyveket, és például ennél a koncertnél az volt szenzációs, hogy mi kitomboltuk magunkat, ugráltunk, mint állat, már bocsánat a kifejezésért a színpad előtt, utána a zenekar ott maradt, ott van egy kis ilyen büfé és asztalos leülhetős rész, és elkezdtünk népdalozni. És közben ment a táncház a másik szobában, vagy teremben, hogy így mondjam, és ott a büfénél ott maradt az énekes, és elkezdtünk népdalozni, és egyre többen énekeltek vele együtt, és átmentem a táncház részbe, ott 16, 17, 18 éves fiatalok is voltak, nem is kevesen, és elkezdtek átjönni ide a büféhez, és már ők is együtt énekeltek a zenekarnak az énekesével. Hú, hát az ilyen libabőrözős állapot volt. Egyszer nekem is volt egy hasonló élményem, egy világzenei népzenei koncert után leültünk beszélgetni a együttes énekesnőjével, és kedve volt, és édesmond 12-től 3 óráig egyfolytában népdalokat énekelt egymás után, és mert mi is egyre többen ültünk meg, és közben még el is magyaráztam, hogy mi ez, hogy volt, stb. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Igen. De hát emellett van még olyan magyar zenekar, hát valami már megszűnt, de nagyon imádtuk a férjemmel együtt a Heaven Street Seven, a gyerekeim is imádják, ők főiskolai társaim voltak egy páran a zenekarból, úgyhogy igazán érzelmi kötődés van hozzájuk. De ilyen például a Besodrom is, tehát, hogy ők is szerintem szenzációsan művelnek. A Szalóki Ákki, aki kivel tudja a Besodromból, és megcsinálta a szóló karrierjét, szerintem ő is hatalmas értéket képvisel. Hát, Paja Beja, ó, sorolhatnám. Sok van. Ja, és van még egy olyan műfaj, ami talán most, hogy öregszünk. Korosabbak vagyunk. Érünk. Nem tudom, mi ez. Érünk, jó maradjunk ennyivel, mint a jó bor, vagy a sajt, nem tudom. Tehát, hogy a jazz az, ami mostanában kezd bejönni az életünkbe, és akkor 2 dolgot említenék meg a jazzről. Az egyik, van egy Opus Jazz Club, igen, Opus Jazz Club, és oda szoktunk, hát jártunk, ott a Kék Nyúl, a szenzációs zenekar, a Kék Nyúl, azt hiszem amerikai származású az énekese, de nagyon jól beszéli a magyar, nagyon viccesen, és nekem nagyon tetszik, ahogy beszél akcentussal a magyar. A Kék Nyúl szenzációsokat produkál, akárhova megyünk a Kék Nyúl után. A másik jazz dolog, az meg közelebb volt hozzánk Pestújhelyhez, ott a Városligeti Fasor környékén, az Ádám villában jártam. Jártam én oda munka kapcsán is. Aztán jártam egyszer úgy, hogy nem délelőtt munka kapcsán, hanem délután, este felé egy koncerten, amit, hogy mutogassak oda abba az irányba, ez az úriember szervezett, és Falusi Marian, és megint nem fogom tudni. Sári Péter, jazz kapcsoláról beszélsz, ahol igen. Tulajdonképpen nagyon híres, de nagyon klasszikus magyar rockbeat és dalokat dolgoztak fel egy kicsit jazz stílusban, és imádta a közönség, és egy nagyon szép színvonalas produkció volt. Tehát akár a Neotontól, a Republiktól, a LG-től voltak olyan feldolgozások, és nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus volt. Igen, nekem Falusi Marian jöhetett padödőként is, és így is jöhet, bármit énekel, nekem az... Én azt megvettem, hogy így mondjam, mert szerintem hatalmas tehetségű. Elég részletesen beszéltünk már ugye a hobbidról, meg a munkádról, meg a családról is, meg arról a nagyon érdekes életfilozófiáról, amit, vagyis jó életfilozófiáról, ahol megéled a dolgokat, ahogy az emberekhez közeled. Vannak-e úgymond hosszatávú stratégiai terveid, amit szeretnél még elérni, szeretnél kibontakozni, vagy azt mondod, hogy te, ha ezt így folytatod, akkor te már szinte kiteljesedtél? Vannak, igen, vannak tervek. Hát tervek nélkül azért szerintem nem annyira. Illetve, hogy is mondjam, na hát ezt is kifejthetném bővebben, csak nem biztos, hogy van rá idő, szóval, hogy igen, érdemes terveket tenni az embernek ide valahova előre, de nem kell azokhoz görcsösen ragaszkodni, de azért egy iránymutatást tud az életben adni. És az egyik az az, hogy
Itt a kerületben egyszer, a Hubay Zeneiskolában szervezhettem, részt vehettem egy segélykoncert szervezésében, ez volt 2016 novemberében, Ez ugye, amihez gondolom, neked is között volt. igen, igen, NNS, ugye? ENNS. ENNS, tehát nem ENSZ, hanem az ENNS szervezetnek a segélykoncertje volt. Ez a szervezet is közt legfőképpen az ő elnöke, Sabján Imre, elkötelezett segítője országosan a szegény sorsú, nehéz sorsú embereknek, főként gyerekeknek, és úgy adta az élet, hogy én megismertem őt, és kipattant az Imre fejéből, hogy legyen még egyszer most is egy segélykoncert, csináljunk egyet, Enci szeretné lennéle a társam a szervezésben, és ezt csak azért mondom, mert a jövőben is szeretnék ilyenben részt venni, mert kérdezted a céljaimat. Ezt a vonalatot szeretném a jövőben is, ha az életem része lehetne. A másik pedig az, hogy a fiatalokkal való együtt gondolkodás, a fiatalok megsegítése, és velük együtt a szülőké is, értelemszerűen azon keretek között, ahogy nekik jó és kényelmes. Én ezt a hivatást nem szeretném feladni, hanem szeretném kiteljesíteni, és szeretnék pályorientációval foglalkozni persze a jövőben is. Itt, ha már ilyen fura időszakban vagyunk benne, mert ugye ez a pandémia egyszerre negatív, de egyszerre pozitív is, mert ha ennek vége lesz, akkor változni fog a világ. Egész másképpen kell hozzáállni az emberekhez, és egész másképp kell működni. Te hogyan látod ezt, illetőleg mit tanácsolsz? Akkor vegyük kétfelé a kérdésemet, mert ez egy hosszú kérdés, hogy mit tanácsolsz, hogy... Hát ez nem egy olyan egyszerű kérdés ám, hogy 5 perc alatt. Igen, mit tanácsolsz legelőször is, hogy hogy kell túlélni azt az időszakot, ami még ilyen fura feltételek között kell túl átélni, és utána pedig mennyiben fog megváltozni a világ, és mennyiben kell másképp viselkedni. Először nézzük a kérdés első felét, tehát mit csináljunk ebbe a fura, egy kicsit elidegenedett, egy kicsikét másfajta életvitelbe, amiben most vagyunk? Hát akkor ezt most megint ki fogom hangsúlyozni, hogy én nem szeretem a tanácsadó szót. Én coachingot végeztem, és a coaching az nem tanácsadás, és hűen vallom, hogy jobb a coaching, mint a tanácsadása ennek a nemes értelmében most. Tehát iránymutatást adni lehet, de mindenki más típusú, mindenki más csomaggal, más batyukkal van itt most a 2021. február 3-a, van ma 23-ában, tehát más az alapunk. Úgyhogy lehet, hogy ami nekem jó arra, hogy jól éljem ezt meg, vagy majd a jót tudjam továbbvinni ebből a korszakból, az lehet, hogy a másiknak nem jó, vagy kevésbé jó. Tehát ráerőltetni senkire sem szeretném azt az én nézőpontomat, vagy az én hozzáállásomat, hiszen nekem ez jó, de lehet, hogy a másiknak nem. Én valamilyen formában, és ez nagyon után is hangozhat, hogy hálás vagyok ennek a korszaknak, mert azért nem, hogy édesanyámat alig látom. Tehát azt nagyon nem nehezen viselem én már. Ő nem Budapesten él, de nem is messze. És ha látom, akkor a kertben láthatom, maszkban, tehát azt én már nehezen viselem, bevallom őszintén, de elfogadom, hogy ez van most. És talán ez a legfontosabb, hogy neked van egy hozzáállásod, te neked van egy nézőpontod, de tudd elfogadni, hogy a másiknak az más lehet, attól még nem jelenti azt, hogy az rossz, vagy kikezdhető, vagy elítélendő, egyszerűen csak más. És hogyha ő el tud engem fogadni az én nézőpontommal, én el tudom fogadni őt az ő nézőpontjával, akkor szerintem bármilyen változás is jön az életünkbe, a működőképes az együttlét. Akkor nézzük meg azt, hogy egyszer bízunk benne, hogy vége lesz ennek a pandémiának, a járványhelyzetnek, az elszigeteltségnek. Mennyiben más világ vár ránk? Mi az, ami új kihívásokkal jár? Vajon jobban fog erősen az intimitás, a társas kapcsolatok fontossága, vagy éppen az ellenkezője fog megtörténni szerinted, hogy egy csomóan maradnak ebbe az zárkózottságba, az online világba?
Hát ugye a munkám által most én is rengeteg virtuális, akár Zoom, akár Google Meet, de teljesen mindegy, hogy milyen platformon dolgoztam. Mivel eléggé nyitott típus vagyok, valamilyen szempontból nekem így is jó volt. Mert így is emberek ülnek ott, te is húsvérember vagy, én is húsvérember vagyok, igaz, hogy nem veregethetem meg a válladat, vagy nem adhatok a kezedbe egy kakaót, de akkor is itt vagy, és van kommunikáció. Ugye BKV-val utazom be a munkahelyemre, ott is meg lehet figyelni társas érintkezéseket. Azért a kommunikáció folyamban én is benne vagyok, a hír folyamban valamelyest én is benne vagyok, és én úgy gondolom, hogy van egyfajta csoportosulás, nem tudom minek nevezzem, gondolkodási, módszerinti elválasztódása a társadalomban. Hogy van, aki afelé tendál, hogy az óvatosság kedvéért megőrzöm a távolságot, csak annyit, amennyit muszáj. Van egy olyan rész, aki már meg ki van éhezve, hogy Istenem, legyünk már újra, menjünk újra együtt, csak egy kávéra, üljünk be egy kávézóba, és beszélgessünk, vagy jaj, mikor lesz már újra koncert? Tehát a fiatalok koncertek nélkül, hát azért, na, megértem őket, hogy már epekedve várják azt az időszakot, amikor mehetnek. Szóval szerintem eléggé el fog határolódni a társadalomban ez a két gondolkodás, és akkor is azt mondom, ez egy nehézség, de ez így van jól, ez így van rendjén, pont azért, mert másból táplálkoztunk eddig, másképp gondolkodunk, és mindenkinek szíve joga azt szerint cselekedni, és azt szerint én az értét, ami számára jó. Értelemszerűen addig a pontig, amíg bele nem bánt mást. Körülbelül ennyi így. Igen, azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos dolgok, amiket elmondtál. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, illetve köszönöm én kedves is. Hallgatóinknak, nézzünk el, kedves barátainknak, hogy meghallgattak minket. Van nálad valamilyen pohár? Igen. No, emeld! Várjál, mert az én teremben nem lehet látni, mert jaj, hogy is hozzam idebe? Itt van! Kocsítsuk egyet! Uff! Kedves egészségére mindenkinek, és mindenkinek kedves egészségünkre. További nagyon jó hetet. Viszont kívánom, és köszönöm, hogy rám szánták az idejüket, és köszönöm szépen ezt a felkérést, Gábor, még egyszer. Mi is köszönöm. További szép estét kívánok mindenkinek. Szép estét és szép hetet. Viszontlátásra!